Na mi a helyzet, gyerekek? Megérkeztem Naples, Floridába. Ez az első nap a fődemen, gyerekek. Nagy az öröm. Hatalmas. Na, menjek, mutassam meg egy kicsit, mutassak körbe. Na, ez a bejárat kérlek szépen. Kicsit gödrös, de jó van az úgy. Pickup truckkal be lehet jönni 4x4-je. Itt a bejárat a másik feliről. Jó, be van nőve, túlsó fele le van zárva. Úgy zsákutca, ez is le lesz itt zárva. Ez a fele is zsákutca lesz. No trespassing. Private property. Itt van a szomszédom az egyik felén. Neki is 2 hektárja van villanypózna. Bejön ide a fődem sorkáig. Itt a bejárat. Túlfelül az öt ház a másik szomszéd. És akkor itt van a hely. Ott van az autóm lakókocsival. Van egy néhány fa. Néhány sánc. És ennyi. Csipkés drótkárt körbe, hogy kárt egy csekély rakjak. Kicsit talán megerősítem, rakok még egy pár drótot rá. Teli lószarról minden. Szomszéd a lovait itt legéltette. Ami nem egy gond, sőt. Kicsit ganészták a fődet. Főd körülbelül 2 hektár. Szélessége 110 méter, hossza körülbelül 320 méter, nem, 660, 220 méter a hossza kb. 110x220. Kicsi sánc középen a vizet, hogy elvezesse. Elég sok víz esik, eső esik itt a nyáron. Két évszak van, egy száraz és egy esős, trópusi éghajlat van itt Naplesben. Tavasztól őszig esik egyfolytába. Ősztől tavaszig száraz. Itt van a lakókocsim. Kis fenyőfa. Ah, ott volt egy pálmafa, pálma bokor. Néhány bokor, árok. Nyolcvan fok Fahrenheit jelenleg. Éjjel kb. 60. Így február elején nem rossz. 80 Fahrenheit, ez kb. 27-28 Celsius lehet. Éjjel egy kicsit hűvös a 60, de nem veszélyes. Szomszédban itt valami lovak vannak, istálló. Kicsit túl a kárt végében, ami szarít jelenleg. Azt hiszem én is alsok egy tavacskát. Legyen ahova vizet összegyűjtsem, levezessem. Hatalmas esőzések vannak a nyáron, trópusi esők. Egy kiszáradt fa. Még néhány fenyőfa itt. Nem olyan fenyő, mint otthon a Székelyföldön. Ez ilyen amerikai fany. Az is jó. Karácsonyfát itt se állítunk már többet.
Ja, és itt a kárt vége. Drótkárt. Szöges drótkárt itt is. Ha? Nem is olyan rossz. Egy darab főt, nem olyan nagy, nem olyan kicsike, 2 hektár. Egy pár embernek bőven elég. Be lehet ültetni annyi fát, 150-200 fát lehet még többet. Kis jó narancs, mangó, banán, ananász, jackfruit, papaja. És a többi, és a többi. Ne? Kis lószar. Hát, hanem egy kicsi gomba rajta. Itt a kapu a szomszédhoz. Most már nagyot nincs mit legéltessen, itt már le van minden legélve. És terítem be mócsal az egész fődet. Egy olyan 6-10 centi vastagságból. A mócs az a faőrlet. Fákot meg bokrot összeörülnek apróra. Azzal fogom leteríteni. Ja, ott is van egy pálmafa elől. Mi száraz falak itt a közepén, nem tudom ezek még, de kivágom, mert ha nem teremnek gyümölcsöt, akkor elég haszontalanok. Ja, száraz kórék, ezeket kirugdosom, és annyi. Ja, mutassam meg a jó tárműfődet, itt nem ilyen van. Ja? Homok, fehér homok. Sugar sand, azt mondja az amerikai neki. Jó puha, az autó át tud süllyedni benne. De jó az a trópusi gyümölcsöknek, megnőnek abba is. Na ennyi gyerekek, szépen süt a nap. Szép az élet, mit mondjak egyebet? Menjek nyugdíjba. Modern székely paraszt. Jó. Megvan a szalmakalap, a gumicsizma. És ennyi egyelőre. Na akkor, see you later, alligator.